Beszéljünk egy kicsit az ízületi gyulladásokról, porckopásról, reumáról, artritiszről és ennek a mechanikájáról. A porcok inak biológiai funkciója a testünk mozgó részeinek az összekötetése, az izmok összekötése a csontokkal és mozgás létrehozása. A szövettípus, ez egy mezodermális szövet, a velőállomány vezérli, ami azt jelenti, hogy ez a szövet is önértékelés letörési, önbecsülés letörési konfliktusokra változik el. Ha valakinek van egy mozgás, mozgatás, elmozdulás, kimozdulás vonatkozású önértékelés, önbecsülés letörése, például nem tudok eleget menni, nem tudok eleget járkálni, nem tudok közlekedni, akkor a konfliktus aktív szakaszban, a porcon beindul a sorvadás. Ez a sorvadás tulajdonképpen egy előkészítő folyamat, hiszen a konfliktus megoldása után ez a sorvadás feltöltődik, és tartós, maradandó megvastagításra kerül. Ennek az a biológiai háttere, hogy több szövet jobb funkció, több szövet jobb teljesítő képesség. Nyilván nem érdemes ezekbe a konfliktusokba rendszeresen visszaesni, mert akkor a következő történik, az aktív szakaszban sorvad, megoldási szakasz, aktív szakasz, megoldási szakasz, aktív szakasz, megoldási szakasz, és hogyha ezt valaki sokáig csinálja, akkor nagyon durva, jelentős ízületi torzulásokat tud magának létrehozni. Ennek az a következménye, hogy további fájdalmai lesznek, idegbecsípődése lesz, és egyre nehezebben fog tudni kilábalni ebből az önértékelés letörésből, mivel egyre több mozgás problémája lesz. Tehát a porcok, izmok, illetve a porcok inak sorvadása egy mozgatási önértékelés letörés. Ahogyan a testünkben a porcok elhelyezkednek, mindegyiknek külön funkcionális tartalma van. Ha valakinek a kezén, a kéz ízületein van a reumás elváltozás, az ízületi gyulladás, az artritis, akkor ez minden esetben valamilyen kézügyesség, kéz használat vonatkozású önbecsülés letörés. Nincs kézügyességem, nem tudok rajzolni, hogyha mondjuk zenész vagyok, és kiestem a formámból, és sokat hibázok, és ezt szememre hányják, hogy az egész zenekar nem tud miattam zenélni, mert én itt belekalimpálok, akkor ez a kéz vonatkozású önértékelés letörés a kézizületeken nyilvánul meg. A nyak csigolyák ízületeinek a sorvadása, konkrétan egy nem vagyok elég nyakas, nem tudok magamért helytállni, nem tudom magamat képviselni, vagy nem tudom megvédeni, illetve nem tudok kiállni magamért önértékelés letörés, ezt úgy hívjuk, hogy igazságtalanság miatti önbecsülés letörés. Hogyha a váll ízületei vannak valakinek elváltozásban érintve, akkor ezek egy vállalás vonatkozású önértékelés letörési konfliktusok. Ugye ezeknél a szövettípusoknál a számít az, hogy a testnek a jobb oldalán vagy a bal oldalán van az elváltozás. Jobbkezes embernél a test jobb oldalán lévő elváltozás mindig partner-kortárs vonatkozású konfliktustartalomra utal. Hogyha a jobbkezes embernél a test bal oldalán van az elváltozás, és ebből a szempont most mindegy, hogy melyik izületen, lényeg, hogy a test bal oldalán, akkor az önbecsülés letörés, a mozgással kapcsolatos önbecsülés letörés, anya, gyermek, előd, utód, gondozó, gondozott, gondviselő, gondozott vonatkozású, tehát egyfajta előd, utód vonatkozású önértékelés letörés. Ugye ez gyönyörű szépen lekristályosodott az új medicinában, és teljes mértékben ez be van igazolva. Elképesztő az, hogy ennek a szociális jellegnek milyen leképeződése van az embernél, az emberben. Már abból meg lehet mondani, hogy milyen vonatkozása van a konfliktusnak, hogyha tudjuk, hogy az érintett jobbkezes, balkezes test melyik oldalán van, és így be lehet nagyon jól határolni. Nem tapogatózunk a zavarosba, hogy na vajon miféle önértékelési konfliktusról lehet itt szó. A megoldás utáni szakaszban a sorvadás, gyulladás, ödémásodás és fájdalmak kíséretében helyreállításra kerül. Ezeknél a ízületi gyulladásoknál szeretném felhívni a nézők figyelmét, hogy ebből nem szabad további konfliktusokat csinálni.
Én is megtapasztaltam azt, és ki nem, hogy egyetlen egy ízületi gyulladás milyen mértékben meg tudja az embernek az életét nehezíteni. Nekem konkrétan itt a jobb könyököm volt ízületi gyulladásban érintett, és amellett, hogy nagyon kellemetlen volt, én a magam részéről semmiféle beavatkozást nem eszközöltem, a vizes ruhát és a hűtést és a kíméletes használatot leszámítva, megtapasztaltam, milyen az, amikor egyetlen egy ízülete az embernek mennyire tudja hátráltatni a normál életvitelében. Mert nem tudtam fogat mosni, nem tudtam öltözni, nem tudtam autót vezetni, nem tudtam sebességet váltani, meg kellett tanulnom bal kézzel enni, bal kézzel kitörölni. Tehát ez egy nyomós ok, vagy további indíték lehet arra, hogy további önértékelési konfliktusokat elszenvedjünk. Ezért is szeretném az ilyen elváltozásban érintettek figyelmét felhívni, hogy ebből, ha valakinek ízületi gyulladása van, nem szabad további önbecsülés, letörési mizériát csinálni, mert ebből lesz az úgynevezett reumatoid artritis, a sok ízületi gyulladás, amikor már valakinek nem csak egy ízületében, hanem több ízületén is van elváltozás, és ez nagyon-nagyon meg tudja nehezíteni, vagy keseríteni az ember életét. Ha helyre tesszük az önértékelésünket, hogyha visszatér az önbecsülésünk, a porcok hiba nélkül regenerálódnak. Ha sok visszaesés volt, és a porcok megvastagodtak, és mondjuk nem tudom behajlítani a kezemet csak eddig, ezen egyetlen egy módon lehet segíteni, egyre fokozódó igénybevétellel, magyarán kell használnom a kezem. Nem szabad azt csinálni, hogy hát ez már nem jó, és akkor nem is használom a kezem, mert így soha nem fog újból regenerálódni, illetve funkcionálisan helyreállni. Hogyha nem tudom rendesen behajtani az ízületeimet, mert mondjuk van rajta egy kinövés és akad, fokozatos, egyre fokozódó igénybevétellel rá lehet bírni az ízületeket, hogy újból lássák el a funkciót, és az agyunk leveszi, visszaveszi, szépen fokozatosan visszaveszi azt a duzzanatot onnan, és idő múlva képessé válunk arra, hogy teljesen tudjuk ezt használni. Nagyon sok példát tudnék erre mondani, és nem csak egy sima kézizületi gyulladást, hanem nagyon durva Bechterev elváltozást is. A Bechterev kor az nem más, mint a bambusznád gerinc, amikor valakinek az éveken át tartó, sokszoros és rendszeres partner és anyagyermek elődutód vonatkozású önértékelés letörései hatására, ugye ezek, ha a gerincen nyilvánul meg, és a gerinc ízületeken, akkor ez egy általános önértékelés letörés, nincsen konkrét funkcionális vonatkozása, hanem úgy, ahogy van, leírom magamat, úgy érzem, hogy én már nem vagyok jó semmire. Ez az önértékelés letörése sokszor ismétlődik, a porcok, ízületek, csontok megvastagodásához vezet, és ennek az a következménye, hogy az embernek nem hajlik a gerince. Ismerek olyan embert, akit amikor megijesztettek, hogy na, kedves uram, fél év múlva tolószék, és utána soha többet nem fog felállni, ez az ember nem önértékelés, letörési konfliktust szenvedett el ebből az információból, hanem vett egy mély levegőt, és attól a naptól kezdve eljárt úszni, eljárt gyalogolni, tehát sétálni, járkálni, kerékpározni, elkezdett edzeni, és viszonylag közeli ismerősről van szó. Az illetőnek a gyermeke mondta el nekem, hogy hát édesapám jobb állapotban van, mint én fizikailag, holott már rég tolószékbe kéne lennie, hogyha ez úgy működne, mint hogy korábban gondoltuk. Tehát nem szabad pánikba esni, ne keseredjenek el. Ha valakinek ízületi gyulladása van, ezt tünetileg lehet enyhíteni. Nyilván mindig a legegyszerűbb, legkézenfekvőbb és leghumánusabb módszerekhez kell folyamodni. Az ízületi gyulladások fájdalmait a hűtés nagyon jól enyhíti. Hogyha olyan helyen van az ízületi gyulladás, ahol nem sokat érünk a hűtéssel, akkor a hűtés mellett kifejezetten kímélni kell az ízületet. Nem igaz ez a régi mendemonda, hogy hát fáj az ízületed, hát akkor járasd be, használd. Bocsánat, a fájdalomnak is biológiai értelme van, és méghozzá az, hogy ezáltal fogjuk vissza magunkat az aktivitásban, és nem pedig az, hogy na, akkor erőltesd ennél jobban. Tehát a fájdalom hatására csökken az aktivitás,
És a biológiában, a természetben, nem csak az embernél, hanem az egész állatvilágban az anyatermészet így éri el, hogy ülje meg a fenekeden, ne ugráljál, ne rohangáljál, ne emeljél, ne tornázzál, mert most regenerálódnak az izületeid, és egy rossz mozdulat, létrejöhet deformálódás, kimegy az izület a helyéről, tehát ezt mind-mind-mind elkerüljük és kiküszöböljük azáltal, hogy sajgó, fájó izületeinket nem terheljük, mert az attól csak még jobban fog fájni. Tehát az anyatermészet ezzel a primitív módszerrel kényszerít rá minket arra, hogy kiméljük az izületet, és várjuk ki a gyógyulás végét, lehetőleg további önértékelés letörések nélkül.